Még a makói szalszások is táncra perdültek a zenepavilonban, ezt nyugodtan megtehették, hiszen a hozzájuk passzoló zenét játszó Salsa Juanita lépett fel. A zenepavilonban ez volt az első idei koncert. Körülbelül 4 éve, sőt 5 éve alakultunk Szegeden, és hát a barátaimból szedtem össze ezt a zenekart. A létszám az általában változó, mert egyrészt, hogy éppen ki ér rám, milyen típusú bulit játszunk. Általában tehát mi szalszát játszunk, és ez egy tánczene, és most is úgy tudom, hogy megjelentek a makói szalszások. Ahol játszunk, általában jó viszonyt próbálunk velük ápolni, mert nagyon fontos ebben a zenében, hogy legyenek táncosok. Ez egy latin, nagyon mozgékony, nagyon tüzes tánc, és ezt meg kell tanulni, és csak úgy lehet táncolni. Körülbelül 1 óra hosszát fogunk játszani, ebben lesz salsa, bachata, rueda. Ezek különböző stílusok, általában tempóban változnak, különböznek egymástól. Úgyhogy 1 óra hosszát fogunk játszani, és nagyon reméljük, hogy tetszeni fog mindenkinek. A zenepavilonban már tavaly is voltak zenés rendezvények. Mint ahogy a legtöbb zenekarnak, ugye a Salsa Juanitának is különleges élmény, hogy a Makovec Imre által tervezett épületben léphettek fel. A basszusgitárosunk Lajos Mizséről jött, és pont erről beszéltünk, hogy el fognak jönni a családostól, mert csodálatos ez a környezet, a Makovec Imre által tervezett fürdő. Megmondom, szerintem mi Szegedről jöttünk, nagyon ritkán jutunk el fürdőbe, de ezt mindenképpen családostól megcélozzuk, fantasztikus környezet, és épp beszéltem itt a srácokkal, hogy a tavalyhoz képest is nagyon sokat változott pozitívan, tehát csodál, nagyon szép, nem? Én nagyon sokat járom az országot, sőt a világot, és hasonló teret, fürdőt így egyben, ahol ilyen fantasztikus, szép fedett rész alatt lehet ilyen programokat, kulturális, nagyon fontos kulturális programokat szervezni. Ez nagyon-nagyon-nagyon tetszik nekünk. A zenepavilonban augusztus 31-ig minden vasárnap 19 órától lesznek koncertek. Legközelebb a Zmirim Klezmer zenekar lép fel.